36-37-es videómat, mert múlt héten elfelejtettem, és nem az, hogy elfelejtettem, csak hogy festettünk, meg ilyesmi, így nem volt időm megcsinálni, szóval most csinálom meg a 37-6-7, meg a 37-7. Annyit akarok mondani, hogy állítólag most már nem minden kedden vagyok a hétfordulóra, hanem minden szerdán. Szóval nem tudom, azt mondták, hogy mivel 27-e, 26-a vagyok kiírva, így azt mondják, hogy 27-e most már. Szóval ezek szerint, hogy szerdán vagyok most már kiírva, vagy ezért, hogy minden szerdai töltöm be a hetet. De mindegy, úgy sem a videót mindig, ahogy sikerül megcsinálni, de ez a 36-37-7. Most, hogy a vége fele vagyunk, így nagyon nehéz megcsinálni a videót, mert alig van időm, de gyorsan megcsinálom a kérdéseket utána. Most rögtek a hasonban, nem tudom, mit akartam mondani. Oké, hány hetes vagy? 37 hét leszek holnap, de szóval most 36. Mennyit hisztel? Hát 70 kiló vagyok most már, 61-el kezdtem, szóval 9 kilót. Vette új kis mama ruhákat? Nem. Nem vettem még. Hogy tűr újat azóta. Térségi csíkok. Oké. Nem nagyon látszik tűr, ha megmutatom a hasamat, semmi ilyesmi, csak ha a fény rámegy. És ezek szerintem azok a csíkok, amikor Elit megszületett. Másnap, hogy mondtam nektek, hogy lettek egy csomó csík, meg minden itt a hasam alul, meg a köldökömnél, és kijött elével egy pár csík. Na, de azok most már látszanak egy kicsit, ha nagyon megnézze, vagy ha fénylik a egy nap rajta, meg ilyesmi, akkor látszik, de nem lilák, meg nem ilyenek, hanem ilyen fehérek, ilyen, nem tudom. De azok vannak. Szerintem az azért van ott, mert hogy kinyúlt a bőr, meg ilyesmi, még akkor, és akkor most, hogy megint nyúlik, szerintem már ott van, hogy már mindjárt kész amúgy is, és már nem fog nőni annyira, és ha igen, akkor valószínűleg lilák lesznek, de ki tudja. De igen, vannak most már. De nem azok a lilák. Alvás. Akkor tudok aludni jól, ha az anyám ágyába alszok, mert az nagyon kényelmes. De viszont, ha Eli nem alszik köztünk, akkor jobban tudok aludni, mert van tőle neki ez a kis ágya, meg minden, hogy ott aludjon, csak nem mindig ott alszik. De amikor ott alszik, akkor nagyon jól tudok aludni. Meg napközben is jól tudok aludni, ha Eli szokott. Úgyhogy ha Elit leteszem, hogy aludjon, akkor vagy választanom kell, hogy vagy csinálok videót, editálok, meg csinálom a dolgomat, vagy aludjak, és most már, mostanában inkább csak aludnék, mert szó szerint tudnék sokáig. És a szerencsém van, mert Gabi most már délutánra megy dolgozni, szóval reggel itthon van. És annyi volt jó, hogy ha Eli felkelni 8 órakor, Gabi szokott felkelni hozzá, és hagy engem aludni. Ami nagyon jó. Legjobb pillanat a héten? Hát voltunk NST-n, hallottam a szívhangot a gyereknek, az volt a legjobb pillanat a héten most, meg hogy festettünk, de nem nagyon volt túl jó pillanat, inkább tudod, ilyen nyűgös hét volt megint. Hiányzik valami? Nem nagyon, csak hogy külön legyek, hogy külön testbe. Mozgás? Hát, még mindig sokat mozog, de most már egy kezdő kicsire kevesebb mozogni, hogy nem egész nap, hanem csak tudod így helybe, nem helybe-hóba, hogy mondjam. Valamikor alszik most már szerintem a hasonba. Főleg amikor NST-re megyek, akkor ő nem akar megjelenni. mit kívánsz? Hát a gyümölcsöket, de nagyon. Hogy meg főtt kaját akarok. Mikor éhes vagyok, nem elég nekem tőle ilyen nasik vagy valami, ha nekem főtt kaja kell. Én azt akarom enni, szóval az. Meg sushit kívánom. És olvastam, és hallottam sok helyen, hogy lehet enni most már nyers halat, azt ajánlják, meg mindenféle a lazac, és ha ezt tudtam volna az elején, akkor biztos ezt csináltam volna. De mindegy, azt mondják, hogy a idegrendszer az anyukáknak nagyon sokat segít, és én pedig ideges vagyok, szóval az jó lett volna nekem. Meg hogy a babának az agyműködése, fejlődés, ilyesmi, hogy nagyon segít neki is, meg az ő idegrendszerére is. De ahhoz, hogy hetente 2-3 alkalommal kell enni halat, de
Mindegy, de én azt kívánom sushit. De nagyon. Mitől leszel rosszul? A szagoktól, hogy tudod az illatok, ha túl erős, akkor, vagy én úgy érzem, hogy túl erős, pedig nem annyira, attól vagyok rosszul. A neme, vagy ha nem eszek, az is. Neme, kisfiú. Jósásvájások. Én azt hiszem, hogy tudom, hogy mi az ezek szerint, hogy mondtam, hogy voltam úgykor, mert azt tudni, hogy az volt. Csak azóta nem úgy volt, hogy tudod a hasam felett jött, és utána még élemed, nem. Hanem csak a hasam alja görcsöl, de nagyon, és általában így mindig, és nagyon bekeményedik hasam. Fáj, de hát én ezzel nem megyek be, mert bent tartanak, mivel hogy fáj a hasam, így bent kell maradni. Nekem nincs ilyen, hogy bent kell maradni, mivel nem tudok. És úgyis azt fogják mondani, hogy nincs semmi baj. Mert ma, mikor voltam, voltam ma estén, és mondtam, mert kérdezték, hogy van panaszom, mondom, hát görcsöl a hasam alja, de nagyon, mindig, és be van feszülve, és tök kényelmetlen nagyon, és nem szerhetem a magnabéhatot most már, görcsoldószerűség, szóval nem jó ez a panaszom. De beírta, hogy nincs panasz a könyvembe, de mindegy. Igen, szóval csak ennyi baj van, és szerintem az nem szerintem az nem az, de ha állok sokáig, akkor fáj. Az NST-n ráadásul semmit sem mutat ki, szóval szerintem az a gyerekben fog maradni örökre, mert szó szerint ilyen kis icike-picike felmegy, és így van a vonal, icike-picike vonal, tudod a fájásoknál, hogy nincs fájás. Ez azt jelenti. És nagyon rossz, pedig azt hiszem mindig. És ráadásul, amikor beülök a székbe, ott a zenestén, akkor így nem is fáj semmi, nem fáj a hasam, nem feszül. Mondom, mindjárt hazaviszem a székét, vagy itt maradok egész nap, minden nap, mert akkor meg nem fáj. Köldök bent vagy kint, így félig kint van, mint Elivel. Nem tudom, nem akar kijönni teljesen. Boldog vagy hisztés? Hát... inkább hisztés akkor ezek szerint. Házassági hírek még mindig fent vannak, és ezért is van ez a kérdés benne, hogy akkor tudjátok, hogy mikor kezd el dagadni, hogy akkor hát, ha hamarosan megjönne a kicsi. Bízunk benne, de nem dagad még semmit sem. Még az arcom se, ha észrevennétek, hogy nem dagadok most még mindig. Pedig várom. De akkor azt jelenti, hogy mehetek szülni, de ezek szerint nem akarja. Mit vársz? 25-én vagy 27-én várom, hogy hát ha, mert ha ha már végigvittem, akkor hát ha addigra nem jön ki, beindítják nekem, vagy valami, mert csak szeretném nagyon, hogy kijönne már, mert már elegem volt a terhességből. Mondtam is Gabinak, meg mindenkinek, nekem valószínűleg nem kell harmadik gyerek, mert egy, nagyon rosszul viselem ezt a terhességet, másik, meg már elegem van belőle. Hogy nem akarok terhes lenni, már elég volt, kijöhetne, mert inkább babáznék meg. Tudom, mindenkinek most itt van a babája, és az nagyon akarnám én is. De biztos azt fogom mondani, amikor már meg lesz a gyerek, hogy jobb, mikor bent volt. Mert akkor ott nem sír, meg ilyesmi. De na, én jobban szeretném, hogy itt kint van, na, szóval azt várom, hogy megszülessen. Biztos nem várom azt, hogy csörö szülési rész, de inkább az legyen az a fájdalom, mint most ezek a kis görcsök, ami fáj, meg kemény a hasam, mert ez ilyen kis szenvedés dolog, vagy ilyen, nem tudom, nagyon rossz és nem jó, és tudom, hogy semmi nem jön ebből. Tudom, hogy nem lesz fájások, hogy menjünk a kórházba, hogy szülessen a gyerek, én ezt tudom, és ezért nem szeretem ezt, és ezért mindig kínlódok, meg hisztizek állandóan, hogy mi fáj a hasam, és nem jön ki a gyerek, már elegem van. És tudom, hogy csak boldognak kell lenni, hogy benne van, de várom, nagyon várom. És tudom, hogy valószínűleg mindenki, aki ottan körül terhes, mint én, meg aki később, vagy hogy hiak a kevesebb hetes, mint én, azok is nagyon várják a babájukat, főleg ebből nagy meleg, meg minden, hogy mikor jön már. Na, én is úgy vagyok vele. Na, de kitartás mindenkinek, aki terhes, meg aki nem sokára fog szülni, és ha ki vagy írva már a héten, meg ilyesmi, nagyon sajnálok, és remélem, hogy hamarosan meg lesz a babátok. Na, megmutatom nektek a hasamat. Hát szerintem egy kicsit nőtt, de mindenki mondja, hogy olyan kis pici hasam van, olyan, mintha 32 hetes lenne csak. De hát az orvos is mondta, hogy valószínűleg azért, mivel a terhesség előtt, hogy akkor is vékony voltam, és valószínűleg, hogy azért, mert nem
nincs olyan sok hely, nem úgy nyúlik minden, nem úgy nő a gyerek, hogy normális méretű, meg minden, hogy azzal nincs semmi baj, csak na, ha láttátok ilyen fitness embereket, és ha látom, amikor ők 47-es terhesek, hogy semmi sincs, szerintem akkorák, mint mikor én először voltam, vagy hogy hívják, hogy terhesség előtt, hogy akkora úgy néztek ki, vagy valami 47-esen. Na, szóval mindig változom mindenkinek a hasa, de kérdeztem, és az orvosra azt mondták, hogy nincs semmi baj vele, egy cseppet se, nagyon egészséges minden, elég a töröd magzatvíz van benne, a gyerek is elég nagy, minden rendben, szóval nem kell ezzel aggódni, csak kicsi hasam ennyi. Vagyis hát nekem nagy, másnak meg nagyon pici. Meg Elihez képest, azt sokan is mondják, hogy Elihez képest nagyon kicsi a hasam. Nem tudom. Na, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Sziasztok!